fogsz. A Rajna mentén fekszik. Itt vagyunk a hídon. És az első látnivaló itt Wormsba, ez a hídtorony a Rajnán. Ezen a hídon jöttünk át. Ezt követően ellátogatunk a belvárosba, megnézzük a Wormsi katedrálist, illetve a dómot. Gyönyörű. Hát nem. Ez lenne a Rajnán levő hittorony, amelynek neve Nibelungen torony. És erről az oldalról sokkal, de sokkal szebben látszik, ahogy a nap megvilágítsa. Na és akkor most irány a belváros. Nézzük meg azt a katedrálist. Na go! És egy visszapillantás a hittoronyra. Ebből a kis sikátóból érkeztünk, és ide lyukadtunk ki. Gyönyörű, szép kis város. És akkor haladjunk errefele. Azért szép számban vannak régi épületek. Nem hiába, mert Worms Németország egyik legidősebb városa. Verekszik Kölnnel és Tirennel a német legidősebb városi rangért. Tehát ebből adódik, hogy elég sok régi épület van, mert idős város. Már időszámításunk előtt 1500-ban már lakott volt. Na és akkor bemenjünk erre. És a szoborcsoporttal szembe pont egy gyönyörű szép park található. Hát, gyönyörű. Egy szökőkút, két oroszlán, és egy hatalmas nagy oszlop. Hát csodálatos. Ez mellett pedig egy katedrális templomszerű, valami található. Íme távolabbról ez a tér. És itt vagyunk Worms belvárosában, és mit mutatok? Hanem szembe található a Wormsi katedrális, vagyis dóm.
Hát még mindjárt megnézzük más oldalról is. Itt egy templom található, és ahogy olvastam a táblálkozás, amit megértettem belőle, Luther Mártonhoz nagyon sok köze van. Luther Mártonnak nagyon sok köze van ehhez a városhoz és a vallási épületekhez. Lehet, hogy innen indult a reformáció, hát azt pontosan nem tudtam kideríteni az írásból. Na, hát akkor még nézelődjük itt a belvárosba, és még videózok nektek szebbnél szebb régi épületeket. Na, hajrá! A pontos idő este 6:30, egy másik oldalról a katedrális. Jelenleg az egyik felét restaurálják. És ebből a református templomból szól a harang. Nagyon-nagyon szép. A dóm. Nézzük meg másik irányból is. Sarkany. És még ott is van. Ez olyan mit jelképez? Na és megtaláltam azt a jó helyet, ahonnan nagyon-nagyon szépen látszik ez a katedrális, avagy dóm. Gyönyörű. Főleg, hogy rásüt a nap. Csodálatos. Csodálatos, csodálatos, csodálatos. No. És Luther Mártonról még annyit olvastam, hogy meg akarta vásárolni ezt a katedrálist 1500 valahány áprilisában. Sikerrel járt vagy nem, azt még nem tudtam kideríteni. Na de, ha ki kíváncsi, és utána szeretne nézni, olvasson utána, és írja le ide a videóhoz kommentbe, hogy mi köze is van Luther Mártonhoz, Luther Mártonnak ehhez a városhoz, a katedrálisokhoz, na és a többi helyhez. Na jó, hát akkor még nézzünk néhány épületet, katedrális templomot, és utána irány haza. Bejöttünk a templomkertbe. Nagyon-nagyon szép itt is. Szervusz, öcsi! Milyen helyzet, öcs? Ez lenne az udvari bolond, vagy bobóc. Öcs. Gyönyörű. Távolba a dóm, előttünk egy olyan református templom. Amúgy ez a katedrális, vagy az is református kell legyen. Dom, és ha kicsit fordulok még, ez lenne a Wormsi városháza, amely 1976-58-ba épült. És ott egy kis érdekes szoborcsoport, amely
valamint ha pisálnom. Na igen. Tehát a városháza, református templom, háttérben a dom. Ez itt Worms. Csendes kis utcák, macskaköves út, valamint szép régi épületek. És ebből található jó néhány itt Worms-ba. Van egy olyan ének is, hogy járom az utat, a macskaköves utat. És újra szembe találkoztunk a sárkányokkal. Nagyon sok a sárkány motívum itt Worms-ba. Hát biztos a történelemben volt valami sárkányos dolog. Már ennek is utána lehet nézni és megírni a komment szekcióban. Hajrá! Búcsúzik tőletek a két kalandor, ez lett volna egy kis Worms-i városnézés. És találkozunk a következő kalandban.